Na szép jó estét, kedves nézőim! Én Bárt vagyok, és ez egy újabb csodálatos, fantasztikus stream, ahol most egy kis Just chattel kezdünk, és szembe jött ma velem egy téma. Én melóban, amikor dolgozom és koncentrálok valamire, nagyon sokszor berakok ki YouTube videókat, mert így annyira nem terelik el a figyelmemet, de úgy tök jó hallgatni őket, és ritkán rögzülnek, és egy gyatló rejtélyes videó nál mentem el éppen ebédelni, és mondtam, ezt a témát régen is szerettem, szerintem tök izgi, és most is úgy szívesen beszélgetnék róla, és kerestem a témába olyan videót, ami nem 50-60-90 perc, találtam is egy rövidet, nem tudom milyen, meglátjuk, elég érdekes lesz a kezdőkép, de mi is az a gyatlov rejtély, puskázi fogok jegyzeteimből, tehát a Gyatlov rejté a Szovjetunióban 1959. február 1-éről másodikára viradó éjszaka történt, máig megoldatlan, tragikus esemény, amelynek során egy értemistákból álló túra, hegymászó csapat Igor Gyatlov vezetésével szörnyű halált lelt. Rengeteg érdekes kérdés vetődik föl, nagyon sok megmagyarázatlan része van, Úgyhogy nézzük, mi is az a gyatlov rejté. Adok mindjárt képet, csak annyi círszar van már, hogy itt is van. A csatorna neve, egy másodperc is mondom, ezt elfelejtettem, Paxel. Életemben nem hallottam róluk. Pár másodpercre belehallgattam, szimpatikus az embernek a hangja, remélem jól összeszedte az anyagot nézzük meg, és beszéljük meg, hogy mit látunk, mit hallunk. Úgyhogy a gyatlov rejté, remélem hang is lesz. Rendelkezik egy, egy sajátos stílussal. Habár nem tudom, hogy az én stílusom most pontosan mit is takar, de ezt inkább mindenkinek rábízom. De most így belegondolva, én tudjuk. Nem... Oké, akkor egy kis önreflexióval indul a videó. Nem nézem a saját videóimat, szóval nem mondjuk ezzel szerintem sokan vagyunk így, akik streamelnek, YouTube videót csinálnak, hogy nem biztos, hogy a saját videóinkat néznénk szívesen. De valami őszintén néha vissza-vissza szoktam nézni minőségbiztosítási szempontból, és mindig az az érzésem, még mindig, még mindig, még mindig nem vagyok ott, ahol lenni akarok. Látom a fejlődést, érzem a fejlődést, de nem elég. És lehet, hogy ez egyfajta maximalizmus, lehet, hogy túltolom, de én élvezem azt, hogy fejlődik a csatorna. Azért szerintem idén elértünk egy szintet, ami már úgy egy egész jó szint, de most nem ez a téma, folytassuk a videót. Mi tetszik rajta valakinek? Ezt azért hoztam a felszíre, mert egy nézői hozzászólás kielégítve választottam ki e videó témáját. A te előadás előadásmódodban a gyátlov rejtét is szívesen meghallgatnám. A gyátlov ne, rejtély az a rejtély, ami, hogyha nem kapnám meg a rejtély jelzőt, az, az talán még sétő is lenne számára. Ez azért egy eléggé híres incidens, szóval nem nem kapnám meg a rejtét, tehát azért rejtély, mert azt mondták rá, hogy rejtély. Igazából olyan megmagyarázhatatlan részek és események sorozata, amit elvileg, bár a Wikipédia meg egyéb cikkek szerint nem, megmagyaráztak a közelmúltban, és egy 61 éve fent álló rejtély, lehet számolni, 2020-ban megválaszolásra került, de. Elég érdekes válaszokat adott az akkori ö, orosz államaparátus. Rákozom, hogyha már valaki hallott róla, sőt, inkább az a furcsa, hogyha még valaki nem hallott róla. Viszont a... Van is róla, azt hiszem, egy jó film a gyatlov rejtélyéről. Nem, nem jó szörnyű, egy brutális horror. Én nem szoktam horroroktól megérni a filmektől, mert játékokban tudjátok, összeszoktam magam néha fosni. Szóval uh, van egy orosz, or, uh, egy film, amiben azt hiszem amerikai diákok ennek a gyatlov rejtély nyomába, ilyen Blair Witch projekt hangulatú hangulat után film. A rejtélyimádóknak és az összes kör és elmélet gyártóinak a gyatlov rejtély szinte kötelező anyag. Most annyira irigylem azokat az embereket, akik először hallnak a gyatlov incidensről, mert... Kövessétek be kérlek, Paxelt, Instagramon, Youtube-on és minden egyéb uh, formában és forrásban amikor én először hallottam akkor olyan mint amikor először hallgattam meg, mi a lovját. Vagyis eléggé gyakran rázott a hideg. Ez azért van, mert minden kezdetben van valami plusz. Valami plusz, amit már máskor nem kaphatsz meg. Szóval mindenki, aki most hall, ez esetleg. Egyébként ez de igaz. Tehát én nagyon szeretem az összeesküvés elméleteket, soha se tagadtam. Nyilván uh, tudom, hogy, vagy nem tudom, úgy gondolom, hogy a tudománya minden is megmagyarázható, és ez a Gyatlov rejtébe szerintem a legnagyobb rejté számomra az, hogy miért kell, mit kell titkolni. Tehát meg megvannak az elméleteid, de ezt a végén megbeszéljük, haladjunk tovább a videóval. Először azt szerintem éljen meg a rejtély labirintusának. bocsánat, visszatekerlek le Paxa, mert belepofáztam a mondani valódba. Tehát azt, arra akartam reflektálni, hogy amikor először hallok ilyen az a legjobb. Emlékszem, hogy gyerekkoromban olvastam először ilyen témákat, Balaton hihetetlen meg és dolgok, és azó, azóta fanatikusa vagyok az éneknek, szaktek, és sorolhatnánk. Na Paxel, tiéd a szó, kezdjük el a műsor. Van, mert minden kezdetben van valami plusz. Valami plusz, amit már máskor nem kaphatsz meg. Szóval mindenki, aki most hall ez esetről először, az szerintem élje meg a rejtély labirintusának a szépségét. Előzmények. Ez... Egy pillanat, azért én azt is megkezdem, hogy az látsz, látszik. Ez mi? ez a baba fej ott. Tehát nekem ez is elég rejtélyes. Na, kezdjük. Először, azt szerintem éljen meg a rejtély labirintusának a szépségét. Előzmények. 1959-ben egy másnaposságtól szenvedő fiatal mi hallgató, Igor Alexeyevics Gyatlovnak az az ötlete támad, hogy összeéve csapatot annak érdekében, hogy egy kicsit kiszakadjanak az egyetemi stressz aló. Én úgy tudom, hogy ő profitúrázónak vallotta magát, és ez is kérdőjelens lett, Viszont a politechnika, mechanika, azt hiszem, hát a helyi műszaki főiskolának a nem túl a hegymászó szakkörével indultak. Szia csonti, szia, szia, mi újság, hogy vagy? Épp nagy gyatlov rejté elemzésben vagyunk, hogy telt a hétvége, ismered-e a rejtét, szereted-e a misztériumot, mert most mindenre fény derül, vagy nem. Gyatlov terve pár nappal később sikerül is ugyanis az egyetemi hegymászói közül egy kilenc fős társaságot szervez össze, ezek közül hét férfit és két nőt. A legidősebb 25, a legfiatalabb 21 éves. A csoport kezdetben egy 50. 52... Ezért nézzük egy kicsit, hogy 1959-ben a 20-21 évesek, úgy néztek ki, mintha 40 évesek lennének. Ez, ez is elég érdekes, hogyha. Juri senko ő például szerintem az összes rádiódás befogta út közben. Elnézést. És még egy szép fiú, de azért neki durva fülei vannak. Kolevatov Ludmilla Dubinina. Dubinina, de szép név. Júri Doroshenko, Igor Gyatlov, ugye Gyatlov? Ugye róla kapta a Gyatlov Hágó a nevét, hát haladjunk tovább. 7 férfit és 2 nőt. A legidősebb 25, a legfiatalabb 21 éves. A csoport kezdetben egy 50 km-es túrát tervezett, majd ezt kevésnek gondolják, ezért ezt a számot megnézerezik, vagyis egy 200 km-es túrába vágnak bele, amit a tervek szerint nagyjából több mint két hét alatt teljesítenek. Nem 200 km/két hét alatt, tehát a 214-el el kell osztani, tehát 16-18 km között mennek egy nap, de azért vegyük bele, hogy ez télen van, és február, és az Szibéria környéke nem barátságos a körülmény. Nagyon nem. Jába sokszorozták meg az előre tervezett távot, ugyanis olyan emberekről beszélünk, akik gyerekkoruk óta ismerik a hegymászás fortéjait, valamint a hegyek veszélyeit. Mert hiszen... A hegyben szó szakkör. Ez nem illet volna, akkor nem merték volna bevállalni azt a több mint 2000 túrát. Hol Most már 2000-es, az előbb még 200 kilométer volt, na mindegy. Most menjünk vissza, 200-at mondott majd ezt kevésnek gondolják, ezért ezt a számot meg szerezik, vagyis egy 200 km-es túrába vágnak bele, amit így a tervek van. szerint nagyjából több mint két hét alatt teljesítenek. Nem hiába sokszorozták meg az előre tervezett távot, ugyanis önemberekről emberekről beszélünk, aki gyerekkoruk óta ismerik a hegymászás fortéjait, valamint a hegyek veszélyeit. Mert hiszen ez nem illet volna, akkor nem merték volna bevállalni azt a több mint két hét 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 hát. 2000 túrát. Hol a két, két es túrás, túra január 25 -én, én indul, elmondások szerint egy jó hangolatú társaság vágja neki, az engedélyekhez kötött előre bejelentett út. Hát itt még jól érezték magukat, ez biztos, de azért a humor itt is megva. <laughs> Meg elszerem, is fonódnak. Azért a radar kapitány az, az összeszedi a jó csajt. Azonban már nem 9 hanem 10 indulnak neki az útnak, ugyanis a csoportot kapcsolódik egy profi túravezető is, a 38 éves Alexander Alexandrovics Zoltárja. Ó, akkor lehet, hogy gyatlovat kevertem, mert ezt régen olvastam, és a emlékeztető volt velük egy profi túravezető hegymászó, aki utána a, elég erőteljesen azt terjedt el, hogy Csalt hazudott, és volt valami hátsó szándéka. Nyilván volt, különben nem lenne rejtély a rejtély. Érdekes, hogy Zolotar volt a csapat közül, senki sem ismerte. Elméletek szerint azért, mert amikor Gyatlov intézte a szükséges engedélyeket a titkosszolgálatnál... Titkosszolgálatnál, hát igen, olyan környék mellett mennek el, ami uh, maradjunk úgy, hogy a Szovjetuniónak elég komoly katonai kutató területe volt, és itt most már kezditek érteni ti is, ha nem ismeritek a rejtét, miért is annyira rejtélyes ez a rejté? Akkor a titkosszolgálat csak is úgy engedi ezt a túrát, hogyha az olatáljobb is velük tart. És most kérdezhetnétek, hogy miért? Na, hát pontosan azért, amiért akkoriban a titkosszolgálat minden tudni akart, és amiért Gyáflovnak a szükséges engedélyeket és pontosan bejelentett útvonalat kellett beadni a titkosszolgálatnak annak érdekében, hogyha bármi történik, akkor a titkosszolgálat tudja, hogy merre keresse a csapatot. Főleg a tehát itt azért több oka is volt, egy, hogyha valami történik velük, kettő, meg azért vajobb, be az a korszak ott ö, tényleg, amit látott, meg akartak figyelni. Mondjuk nem ő benne százszázékig biztos, hogy ez a mai világban nem így van. Idegháború kellős közepén, és pláne akkor, ha egy tíz főcsoport egy olyan katonai bázis mellett halad el, ahol titokban fegyverekkel is még itt. fanni drága, hogy smint, hogy smint, hogy vagy drága. Ismered a gyatlov rejtét? Hallottál már róla? Tudja, hogy mivel kísérleteznek. Egy nappal az indul... Szóval igen, egy katonai támaszpont mellett mentek el, a, ami, mint említettem, külön pikáns részét képezi ennek a rejtének követően, vagyis körülbelül 20 km megtétele után, a mérnök és közgazdász szakos hallgató Juri Jefimovics Judin rosszul létre panaszkodik, ezért a csoport többi tagja visszaküldi őt a kiindulási pontra, hogy orvosi kezelésben részesüljön, és egyben azt az üzenetet vigye vissza, hogy a csoport érkezése előreláthatólag pár napot csúszik majd. Akkor a fiatal Judin még csak nem is sejtette, hogy ez a rosszul lét volt. A... Nem hallottál még róla, 1959-ben egy 10, illetve most már 9, először 9, aztán 10, majd újra 9 fős csapat. A Szibériában egy túra közben eltűnik, elmennek őket megkeresni, de ezt, ugye meg tudod a videóból, hogy miért rejtés. Az, ami megmentett őt attól, ami ezután következett. Amikor a társaságról az előre becsült időpont után sem érkezik semmi hír, akkor először az egyetem, majd később a hadsereg, önkéntesek és családok is elindulnak, hogy kiderítsék, merre van a fiatal, de tapasztalt túrázókból álló csoport? Több mint egy hét keresés után a repülők sikeresen megtalálják a csoport utolsó táborhelyét. Ennek következtében a földi csapatok azonnal a már eldöntött csátrak helyszínére rohannak, és amit ott találnak, arra nincs észszerű magyarázat. A hely. Ugye kezdünk belemenni a rejtélyes részekbe. helyszín. Ez a helyszín kimondottan megérdemli az an előtt, ugyanis a hamarosan halmazott tények olyan csomóban vannak, hogy azok kibontását csak a legfelsőbb körök vezetői ismerik. Menjünk is. Itt nem tudom, hogy mire gondol, hogy legfelsőbb körök vezetői, hogy itt ő egy szovjet állami összeesküvésre gondol, vagy valami háttérhatalomra, de hát ugye aki rejtélyekkel foglalkozik, itt bármire gondolhat. Én jót mosolygok rajta, de haladjunk tovább. Kisorba azon tényeken, amit a földi kutatócsoport talált akkor a helyszínen. A kilenc eltűnt túrázóból februárban csak ötöt találtak meg, a társaság csak ötöt találtak meg akkor, uh, nem sokkal az eltűnést követően. Többi tagját már csak pár hónap múlva több száz méterre egy kis patak medrében találták meg. Több a társaság néhány plusz. tagja nem visel cipőt, sőt voltak, akik alsó nem vetkőztek. Valamint teljesen logikátlan módon a levet cipőket pulóverekbe tekerték. Teszem hozzá, hogy egy olyan... Na, kezdődik, tehát összefoglalom. ó, nekem ez pár hete volt vanni, így tök megmagyarázhatatlan, olyan voltam, mint a musodszar, élni nem volt kedvem, így hazaértem, azon a héten, amikor nem volt stream, egyszerűen hazaértem, ilyen négy és öt között, ahogy szoktam, én általában korán bejövök a munkahelyemre, ilyen 7-30 között, és akkor én négyig dolgozom, négy körül hazajövök, bolt, stb. Szevasz, Tony! Mizu, mizu! És Egyszer ötre hazaértem, így ledöltem egy pár percre, és bealudtam, és nem volt kedvem fölkelni, és játszom, és semmihez nem volt erőm. És semmi, semmi oka nem volt, tehát nem volt, nem, nem tudom, hogy beteg voltam, de ne, nem köhögtem, nem volt lázom, és ményszerű voltam, de gyatlov rejték, közben Tonikám írd le, hogy vagy, hogy telt a hétvége. Ugye a sátraknál nagyon érdekes dolgokat találtak, már ugye említett sokat, egyhogy rengeteg ember fehér neműben volt kint, és olyan, mint hogyha menekültek volna valami elől, de mi elől menekülhettek, és fehér neműben, és ez még először arra gondolna az ember, valószínűleg beszélni fog róla, hogy valami történt, és kimenekültek a sátorból. Viszont nem sokkal később megtalálták a ruhákat levetve, tehát olyan, mint hogyha kint kezdtek volna elvetkőzni. Ami azért, valljuk be, ha menekülök, nem kezdek el mínusz, és itt hú, mínusz 20, mínusz 40 fokokról beszélünk, vetkőzni, esélytelen túlélni. Van helyen, ahol éjszaka jóval vagy alatt van a hőmérséklet, meg amúgy is miért nem van egy cipőt pulóverbe tekelni? Egyik... Ezt a cipőt beletekerték a pulóverbe, ezt, ezt nem hallottam még, ez új, de ez még nekem egy plusz pont, ami növeli a rejtét. Hosszú nap, ágyat kellett szerelni, mert, mert összetört az ágyad. Én sem vagyok egy sovány bogártoni. De te láttál, hát a Facebook csoportot, hát az egy kövér nem vagy. Lehet, hogy arra felesleg, de hát azért na, kérlek szép nem mondj magadról. Lánynak Ludmila Alexandrovna Dubininának úgy törtek el a bordái, és úgy mozdultak el egyéb szervei, hogy külső sérülések nem voltak a testén, valamint nyitva volt a szája, és a nyelv is hiányzott. A társas... Tehát a csajnak, aki a csapattagja volt, eltörtek a bordái, elmozdultak a belső szervei, és akkor rátaláltak a szája, nyitva volt, és hiányzott a nyelve, úgyhogy külsérelmi nyomok nem voltak. Ez már itt nagyon para. Tehát rengeteg ilyen van, nem tudom, hogy mindbe belemegyem, mert lehet, hogy ez még rövid is a videó. De rengeteg ilyen apró, megmagyarázhatatlan dolog történt ezen a kiránduláson. 9 kilenc tagjából hatuk teste, vagy legalábbis ruhája radioaktív volt. A sátrak belülről lettek kíváncsi... Ja, és a ruhájuk radioaktív volt. Ö, akkor hát, hogy tévedtem, Tonikám. Mindegy, ne legyél ön kritikus. Ami arra utal, hogy valamitől annyira megijedhettek, hogy nem volt idejük a sátrak. sátrak belülről, hatuk teste, vagy legalábbis ruhája radioaktív volt. A Történt össze. Én már igen, mondjuk ott nem csak egyedül voltam rajta, de például volt olyan ágyam, aminek ilyen ö, halborda szerűen voltak én merevítői, és azok pattantak el, meg csúsztak ki, és estembe így az ágy, meg ilyenek voltak. Ja, meg nyári táborban emeletes ágyat rúgdostam a fölöttem a hot, és egyszer túlagyot löktem rajta, hogy felemelkedett az ágy, kijött a símből, és így zsuf, visszaesett. Na, szóval akiket megtaláltak, nekik a ruháik rádióaktívok voltak, és mint ugye Ludmilla, azt mondjuk, úgy hívták, neki, neki elég durván uh, uh, megkínzódott a teste mindenféle külsére, nélkül. Sátrak belülről lettek kivágva, ami arra utal, hogy valamitől annyira megijedhettek, hogy nem volt idejük a sátrak ajtaját kinyitni. A korábban kivágták magukat a sántorból, és hogy itt a hogy Oké, okay, ennyire megijednek, fehér kezdenek ruhanni, de menet közben vetkőztek le. Van, vagyis a februárban megtalált testek színe furcsa, narancssárga színű volt. Az es ja, és a testek azok már narancssárgák voltak. Ez, ez is kurva érdekes. Mitől lesz az ember narancssárga? események rekonstruálása után megállapították, hogy miután belülről kivágták a sátrakat, többük csak alsó neműben mindenki más-más irányba futott, de később egy közeli erdőszélén találkoztak, ahol megpróbáltak fára mászni. Ez azért furcsa, mert a legalacsonyabb ág az 5 méter magasan volt, de voltak, akik annyira fel akartak jutni az 5 méter magasban lévő ágra, és próbálkozásukat mi sem érzi jobban, hogy a fatörzsét már, már véres körmökkel kaparták. Efa alatt távol tűznyomait is megtalálták, azonban a mellette letölt ágakat érthetetlen módon nem égették el. Kettejükön égésnyomokat találtak, azonban a tűzre utaló kormot vagy szenet nem. A helyszíntől mintegy 50 km-re azon a bizonyos éjszakán beszámolók szerint furcsa cikázó narancszínű gömböket láttak, abból a az... Kicsit hadar a csávó és az összefüggéseket Annyira nem érzem, néha jól átadottnak. Tehát, a, ugye kirontak a sántorból, és ez többen is volt, hogy ö, én másképp olvastam ezt a részt. Tehát nem, itt nem az volt az érdekes, csak hogy tábortüzet raktak, hanem hogy ö, öt méter. Na mindegy... ezt a fás részt ezt nem jól mondta el. Lehet, hogy nézzünk egy másik videót, amit amiben irányból, ahol a tábort vert. A helyszínen vércsepeket is találtak azonban, azokat, amikor vizsgálatra küldték, azok a bizonyos minták véletlenül eltűntek. Mi történhetett? Kezdjük is azzal a megoldással, amivel akkoriban és az utológus vizsgálatokon is megoldottnak bélyegezték az ügyet, miszerint csak... Nyári táborban vajon van... Jönnek az a metes Hú, hogy ne lenne? meg a behúgyozó osztálytárstól kezdve én mindentől fostam. Csak egy lavina vette el a túrázók életét. Még a tapasztaltságuk ellenére is, de egy olyan helyen vertek volna a tábort, amit én kétleg, de ha mégis egy lavina veszélyes helyen vertek volna a tábort, akkor hogyan találtak több hét is lábnyomokat a helyszínen, valamint miért nem be a hó a sátrakat és a testeket. A második teória az emberi természethez még hozzá a féltékenységhez kapcsolódik, ugyanis ezen elmélet szerint, mivel míg a férfiak heten addig a nők csak ketten voltak, ennek következtében a férfiak között egy, egy olyan ösztönös konfliktus alakult ki, ami azt eredményezte, amit. Ha bárki ezt az elméletet gondolja a legvalószínűbbnek, akkor szeretném, hogy elmagyarázza nekem, hogy mégis hogyan. Mint mondtam, ekkoriban ezen a környéken működött pár katonai bázis, ahol ki tudja, hogy milyen fegyvereket és még ki tudja, mit teszteltek. Elméletek szerint egy ilyen fegyvertesztje következtében vesztették életüket a túrázók, vagy valami olyasmit láttak, amit nem lett volna szabad. Elég csak egy olyan fegyverre gondolni, amely mondjuk halucinációt váltott ki bennük. Ide kapcsolódik még az is, hogy a helyszínen több különböző fémdarabot találtak, amelyeket végül szinte furcsa módon nem soroltak a bizonyítékok közé. Ezt talán Köszönöm szépen, most tök jó vagyok, energikus vagyok, és azon gondolkodok, hogy uh, mik azok a pontok, amit itt a rejtében szerintem jobban át lehetett volna picit adni. Tehát ugye a sárga fénygömbök uh, valóban történtek bejelentések, uh, szibéria és a környék urászerte uh, gyanús fényjelenségekről. A sátor környékén, ezt az uh, fakaparós részt, hogy vére se kaparták, én is olvastam, de ami ennél is rejtésebb, hogy 5 méter magas ágak szintjén égett az erdő. Nem gyulladt ki, de kormos lett, és a többi alatta nem. Tehát olyan, mint a 5 méter magas ö, szinten egy ilyen hősugár végigment volna, ami egy csomó ágat megperzselt. És Lent pedig volt tábor tűz, de annak a tűze nem mehetett ilyen magasra föl, és nem úgy, nem akkor a területen. És ez így egy kicsit szerintem összetettem. Az egyik legvalószínűbb elmélet, viszont hogyha a cserekezet tényleg benne lett volna a dologban, akkor miért nem tüntették el a bizonyítékokat? Hisz azért volt rá idejük bőven. A halucinációhoz hasonló a paradox vetkőzés is. A paradox vetkőzés azt foglalja magába, amikor a túlzott. Na, a vetkőzés az most lehet, hogy jön hideg hatására az emberi szervezet forróságot érez, ami miatt az első dolgunk az lesz, hogy kivágjuk a sátrat, és egy szágatjában, mínusz 20 fokban egy erdő felé rohannunk. Ah, Egyébként ez, ez egy olyan magyarázat lenne, amit a nemrég felsorolt tények közül párra igaz, hogy megoldást adna, azonban bennem és szerintem nyugodtan mondhatom, hogy bennünk maradnak még olyan kérdések, amiket a paradox vetkőzéssel egyszerűen nem lehet megválaszolni. A következő elmélet a mansik, vagyis az ott élő őslakosok irányából származik. Ezen elmélet. Egy nagyon békés folyam a mansik, tehát ő köztudottan békés barátságos nép. Élet szerint a mansik valamilyen indítatásból ráéztettek a sátorban jó szórakozó társaságra, majd ezt követően konfliktus alakult ki a két csoport között, ami horrorba torkollott. A hatóságok pedig azért nem gyanúsították, sőt, még csak nem is kerestek nyomot a mansiknál, mert az őslakosok területek gazdag a nyersanyagokban, és nem akarták pár hegymászó miatt felúrni az eddig jól működő bizniszüket. Valahol azt is olvastam már, bár lehet, hogy ennek nincs túl sok köze a valósághoz, de Győsi Mansi legenda szerint kilenc Mansi vadász már életét vesztette repülőszellemek miatt azon a hegyvidéken, amit a Mansik halálhegynek neveznek. És utoljára hagytam azon elméleteket, amelyek elnézve a helyszíni bizonyítékokat talán a legjobb megoldásokat szolgáltatják. A radioaktivitás, a kivágott nyelv és az eszeveszett menekülés talán a földön kívüliekre utalhat de ezt inkább mindenki saját szemléletére bízom. Hab a rejtélyen. Míg mielőtt belemennénk a főbb részletekbe, először is hozzáadjuk a történethez, hogy néhányuk napról eltűnt, valamint a fenképező is eltűntek a filmek, csak egyébben maradt benne a film, amelyen az alábbi képek voltak azok a bizonyos utolsó esütött képek. Az eltűnt fiatalokat kereső csoport egyik tagja 8 évvel a történtek után írt egy krimit a hegyen történtekből. Érdekes, a film, amelyen az alábbi kereső képek, képek voltak az, az, az utolsó esütött képek. Az eltűnt fiatalokat kereső csoport ja, egyik ilyen. tagja 8 évvel a történtek után írt egy krimit a hegyen történtekből. Érdekes, Érdekes. azonban, hogy a könyvírója és a feleség egy autóból esetben vesztette életét, és azon dokumentumok, amelyek a gyártlov rejtéről szóltak, eltűntek Júri hagyatékából. Amikor 1990-ben részben feloldották a titkos gyártlov szóló dokumentumokat, voltak oldalak, amelyek hiányoztak az számozásból, és egyszerűen csak kitépték őket. Hmm. Ez bevett szokás volt ahhoz, hogy eltüntessenek valamit, amit jobb, hogyha senki nem tud. Egy elhunyt titkosszolgálati ügynök gyermeke 2004-ben egy tévéműsorban számolt be arról, hogy 1959-ben édesapja február 4-én, azaz jóval két héttel azelőtt, mielőtt megtalálták a turistákat, azzal búcsúzott el otthonról, hogy most három hétre el kell mennie, mert néhány turista olyas valamibe keveredett, amiben nem kellett volna. Az... jó, hát ezek azért elég erőteljesen uh szkepticizmust váltanak ki belőlem, hogy ilyen mondatot mondott valaki. Tehát most én is mondhatom, hogy a nagypapám azt mondta, hogy ő hat héttel ezelőtt elment oda sétálni, és hoppá, talált kilenc hullát. Az eltűnt fiatalokat kereső csoport tagjai között volt még egy mentős is, aki nem sokkal halála előtt azt nyilatkozta a kapcsán, hogy nem kilencet, hanem tizenegy testet találtak. A... Hmm amelyek közül négyet a katonák eltemettek azért, hogy pár hónappal később újra megtalálják őket. És hogy ki volt az a maradék két test, akiket a mentős Maria Ivanovna látott, arról nincs fejezet és egyben nyilvánosságra hozott dokumentum. Ha naív lennék, most azt mondanám, hogy egyszer majd választ kapunk a halálgyen történtekre, azonban ez véleményem szerint már nem fog megtörténni, ugyanis csak egy lavina. 2013-ban készült egy film is, amiben öt amerikai diák rekonstruálja az Aha, ez az a film, amit mondtam, ilyen projekt szerű megvalósítás. elég para. Szóval szeretitek a kemény horrort, akkor javaslom megnézni. Gézben történteket. Én bátran tudom ajánlani mindenkinek. Nem egy top kategóriás film, de a történeti nem, nem a miatt szerintem nem is ez a lényeg. És ha még ennél is tovább mennél, és egyszerűen nem bízlaszkodni a gyártó rejtéről, akkor a Fekete Ibolya Podcastunk egyik epizódjában több mint egy órán keresztül kutatjuk a megoldásokat. Jezusom, Én úgy gondolom, hogy összetettem mindent ebben a pár percben, ami megadja az alapot az esetleges további kutatásokat. Paxel, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a csodás videót. Ő volt Paxel csatorna a Youtube-on. Uh, lehet látni, oké. Okay. Uh, kövessétek be. Illetve van még egy nagyon szügyatlós videó, és mint a lett volna egy hasonlóan Gyatlov uh, Pészkönsz, ilyen, ha minden magyarul be... Egy uh, pillanat türelmet, mindjárt nézek egy másik videót, amit elmentettem magamnak. Szerintem az egy kicsit szervezettebb, rendezettebb forma, és talán jobban közel kerülünk a Gyatlov rejtéhez. Másodperc türelem. Ez az talán... 1950. Így van, így van, így van. Szóval köszönjük szépen Paxelnek, és nézzük most. De mi jó, mert Wikipédia rákeres a címre, és berakéde magát. öt hónappal ezelőtt készült, tehát még relativ új. Henyecs Márti Igazságok Videója. Majd be is rakok a chatre, hogyha tetszik nektek. Nem ismerem az úri embert, csak beletekertem a videókba, úgyhogy így hoztam döntést. Nézzük ő, hogy szedi össze a témát, hát a közelebb terülünk ahhoz, hogy mi történt a halálhegyen. 19. Telén egy kilenc tapasztalt túrázóból álló csoport kezdte meg az útját az oroszországi Urálhegységbe. Nem ez volt az első ex. Na, itt már hozzátött a 9 tapasztalt hegymászó, ami nagyon fontos, hogy ők a hegymászó klubnak voltak a tagjai a, a, a politechnikák mechanikán. túrájuk. De tragikus módon ez lett az utolsó. Hogy mi történt a végzetes út során, arra a mai napig nincs egyértelmű magyarázat, így pedig ez az eset a világ egyik legnagyobb rejtélye lett. Azonban történt egy ehhez kísértetésen hasonló eset, amelyről már korábban készítettem egy videót, szerintem érdemes azt is megnéznetek. Annak ellenére, hogy milyen régen történt az eset, meglehetősen sokat tudunk a történésekről, ez annak köszönhető, hogy a csoport mindent kamerával és naplóbejegyzésekkel dokumentált, így a fotók is, amiket majd a videóban láthattok, eredetiek, a csoport készítette őket a túra során. Az egész történet. Egy kicsit uh, um, bizonyíték uh, alapú megközelítés szerű ez a videó, eddig legalábbis uh, sokkal kevésbé olyan fél, Igazságokat tartalmazónak tűnik, persze lehet, hogy tévedek, mert igazából mit tudunk a történelemről, amit engednek, hogy tudjunk? A helyi egyetemről indult, ahol egy jelenlegi és korábbi diákokból álló csapatot alkottak, hogy felfedezzék az urálhegységet. Ez az expedíció nem olyan volt, mint amire egy átlagos főiskolai csapattól számítanánk, de a csapat tagjai nem is átlagos hallgatókból álltak. A csoport mind a tíz tagja kettes minősítésű túrázó volt, és a túra sikeres teljesítése után megkapták volna a hármas minősítést. Tehát azért volt céljuk, mert ezek a minősítések nem könnyűbe bezsebelni. Tehát a kettes minősítése egyszerű, de ez a hármas minősítés azért a Szibériába 200 kilométer sétafika, -sí hát nem tudom melyik vállalná be. Én nem biztos. Ami akkor a Szovjetunióban a legmagasabb minősítésnek számított. Éppen ezért a túra elég szigorú szabályok között zajlott. Nem vihettek magukkal az útra alkoholt és cigit sem, oh. hogy semmi ne térítse el őket a cél elérésétől. A január végén kezdődő expedíció útvonala a legnehezebbek közé tartozott, de ennek ellenére a csapat nyugodt és magabiztos volt, hiszen megfelelően felkészültek és edzettek voltak az út teljesítéséhez. A csoport január 25-én érkezett meg vonattal az Ivdel nevű városba, majd ezt követően másnap indult volna útjára a tíz fős csoport. De már itt problémába ütköztek. A 21 éves Juri Judin komoly térd és fájdalmakkal kellett, hogy szembenézzen. Juri egyébként több egészségügyi problémától is szenvedett, de most ezek a problémák, ah, Igen, igen, <laughs> Ez jó volt, ez tetszett. Jó eséllyel megmentették az életét. Mert az ez is jó, hogy nem rejtélyes betegségek, meg uh, miszticizm, hanem izületi, térdés izületi problémák. Ez kifejezetten tetszetős. A fájdalmai annyira erősek lettek, hogy úgy döntött, nem indul el a csapatta az expedícióra, hiszen csak hátráltatná és lelassítaná őket. Birch. Ezért elköszönt a csoporttól és hazaindult, nem is sejtve, hogy milyen tragédiától menekült meg. Igor, Igor Diátlov volt a csapat... Júri ah, Krivo, uh, Mr. Radar. Vezetője, aki egy igen alapos tudással rendelkező, tapasztalt túrázó hírében állt. Ő vezette volna át a csapatot, a ma már róla elnevezett hágon. De az időjárás rosszra fordult. A hóvihar miatt elvesztették tájékozódási képességüket és rossz irányba haladtak. Mikor Ó. rájöttek a hibára, úgy döntöttek, hogy a helyi manyszik törzs által csak holdhegyként nevezett hegylábánál vernek tábort. Ó, ezt nem tudtam, hogy egy hóvihar miatt ö, irányt tévesztettek. Na ez új. Ez nagyon új. És másnap, napfelkelte után folytatják az útjukat. Azonban nagy valószínűség szerint a másnapot már egyikük sem élte meg. Amikor Juri az egészségügyi azért azt tegyük hozzá, hogy nem tudom, hogy ki volt kint sokat havas időben, síjelés, korcsolyázás, bármi. A, én síjeltem nagyon sokáig versenyszerűen, meg hobbiból is. És volt olyan, az a sokadik nap, amikor mondjuk fölmentünk a hegyre, légnyomás különbség, hó, mozgás, és ők is azért, sőt, sokkal erőteljesebb testi kihívásoknak Kívásokkal néztek szembe. Szóval ilyen helyzetben az embernek, nekem is volt olyan, hogy fáztam, de olyan érzés volt, mintha le akarna olvadni a test. olyan érzés volt, mintha lázas lett, Nem voltam az, csak fáztam, és mégis olyan érzés volt, mintha lángolna a bőr. Nem tudom jobban megfogalmazni. Ügyi problémái miatt távozott, akkor Igor megígérte neki, hogy amikor a csapat visszatér az expedícióról, akkor küldenek neki egy táviratot, Előzetesen arra számítottak, hogy 16 nap alatt teljesítik a túrát, de persze rossz időjárási körülmények között néhány nappal tovább is tarthat. Tehát akkor de időkényszer nem hiába volt. várta a táviratot. Az hetekkel később sem érkezett meg, így február végén jelentette a túrázók eltűnését. A hely... Na, ez is milyen érdekes, hogy itt már azt mondja, hogy Júri jelentette a túrázók eltűnését, mert hogy ő neki volt tudja meg az információ, hogy körülbelül mikor kéne odaérni, Ja, tehát tisztában volt, hogy ilyen túra az plusz-minusz hány nap csúszást tud ö, ö, generálni. Egy hatóságoknak. A hatóságok el is indítottak egy keresőcsapatot az eltűnt túrázók felkutatására. A keresés február 26-án áttörést ért el, amikor a csapatnak sikerült rábukkannia a túrázók sátrára, amelyben feltehetőleg utolsó éjszakájukat töltötték. További vizsgálatokat követően kiderült, hogy a sátrat belülről kivágták a túrázók, ami meglehetősen vészjósló felfedezésnek bizonyult. Ez ugye az összes anyagban egyezés, hogy belülről kifelevágták vágták a sátrat. A hidegra, abszolút, abszolút. Ö... Én amikor például voltam az a a Akteleki, igen, az Akteleki Cseppkőbarlangba, kijöttünk, mi kicsi voltam, én 7-8 éves, kijöttünk onnan, hazamentünk, vacsora, stb. lefeküdtünk, és így olyan, olyan furán érztem, és reggel arra ébredtem, hogy ugyanez, hogy ilyen olyan, olyan, mint a fáznék is, de melegem is lenne, és én nem tudtam hová rakni ezt az érzést. És csak annyi, hogy a légnyomás különbség megütött. Hiszen tapasztalt túrázókról beszélünk, nem tennék tönkre az egyetlen menedéküket, ha csak nem valami rettenetes dologgal állnak szembe. Úgy. Tűnt, medve. Tűnt, hogy azért vágták szét a sátrat, hogy elmenekülhessenek valami elől. Mielől menekülhet egy ember azért medve? farkas, de hát. Erre utal az is, hogy a legtöbben fel sem öltöztek rendesen. Kevez a durva. meg a másik kérdés, hogy aki túrázott, mert tudja, hogy ilyen sátraban nem vetőznek le az emberek fehér neműre. Mert nem úgy alszol ott, hanem van alattad aláöltöző legalább két réteg, és úgy fekszel le aludni. Nyilván a mostani polár cuccoknál, meg polár hálózsákoknál például elmész az Antarktiszra, és ott a jégen alszol, akkor olyan hálózsákot kapsz, amire inkább azt mondják, hogy mesztelenül fekül, vagy nem, bocsánat, fehér nemű feküdj bele, mert olyan jó hőtartó képesség, hogy az emberi, test áram, a emberi testből áramlik ki a meleg, az bent tartja, visszafordítja, és egy kurva jó meleg érzetet ad. És hogyha az emberen van uh, ruha, akkor az nem enged olyan jó áramlást, és jobban fázik benne az ember. De 1959-ben ilyen technológia még nem volt, megközelítőleg se. És sokan még cipőt sem viseltek. Ezt igazolja annak a diáknak a vallomása is, aki rábukkant a sátorra. Az ő elmondása szerint a túrázók szinte teljes felszerelése és ruházata a sátorban volt. Szinte teljes felszerelése és ruházata mire készülhettek? Ó, igen, a meleg víz. Az ilyenkor nagyon jól esik. Így nyilvánvalónak tűnik, hogy valamilyen életveszély kellett menekülniük, mert egyébként kizárt, hogy a mínusz 30 fok. Na, és végre, tehát mínusz 30 fok volt kint, nem mínusz 2, mínusz 3, mínusz 30 fok. Tehát ott te nem fehér fogsz rohangálni, senki se. Most hidegbe, ilyen alulöltözötten önként hagyták volna el az egyetlen menedéküket. Ettől is meglepőbb látványt nyújtottak a túrázók lábnyomai. Azt gondolnánk, hogy egy olyan veszélyhelyzetben, amikor a saját sátrukat vágják szét, hogy meneküljenek, akkor a lábnyomaik szétszortak lesznek össze-vissza mindenfelé, de helyett teljesen rendezettek voltak egyesével libasorban. Na ez para. Tehát kivágják a sátrat, fehér neműben kijönnek, és teljesen rendezett a libasorba elindulnak egy irányba. Ahogy rendezetten vonultak egymás mögött, cipő és megfelelő ruházat nélkül, egyre közelebb kerültek a fagyhalálhoz. Szóval ezek a furcsa jelenségek mind arra utalnak, hogy valami rendkívülinek kellett történnie azon az éjszakán, és a dolgok csak még furcsábbak és rejtélyesebbek lettek, amikor előkerültek a holttestek. Február 27-én. Tehát azért itt már uh, nekem ez a videó. A másik videó az hangulatosabb volt, egy ilyen nagyon jó, megragadja a fantáziádat, és elkezd érdekelni a dolog. Ez pedig a bizonyítékokkal nagyon jól alátámasztja. Főleg Oroszországban itt mire gondosztani? Bocsánat, mert nem tudom ezt mire mondtad, lemaradtam a saját mondatomról. Úgy tűnik. A keresőcsapat bizakodva folytatta a túrázók utáni kutatást. Arra számítottak, hogy a csapatot gyorsan, élve megtalálják, hiszen már tudták, hol állították fel utoljára a sátrat, és azt is, hogy merre vezettek a lábnyomaik. Miközben átfésülték a területet, a csapat egyik tagja észrevette, hogy valami barna dolog látszik ki a hó alól. Ahogy közelebb mentek, észrevették, hogy az a bizonyos tárgy nem más, mint a közelben álló fa egyik ága. Ahogy jobban szemügyre vették a fát, észrevették, hogy több alsó ága is le van törve, ami arra enged következtetni, hogy valaki, megpróbált felmászni a fára. Szintén a fától nem messze, megtalálták egy tábor maradványait is, és közvetlenül a tűz közelében találták meg az első két holttestet. Júri Doroshenko testére bukkantak rá elsőként, arccal lefelé feküdt a hóban. Mindössze egy rövid újú póló és alsó nadrág volt rajta, valamint egy pár zokni. Doroshenko lábán és fejének jobb oldalán egy nagy égés nyomot találtak, Emellett valamilyen szürke folyadék szivárgott a szájából. Jézusom! Szürke folyadék, na ez is új. Ezen kívül sebek és karcolások borították a testét. A fülein, az orrán és a száján vérnyomokat találtak. Azonban a feltételezések szerint ezeket a sérüléseket saját magának okozhatta, miközben kezdett halára fagyni. A szürke folyadék, ami a szájából szivárgott, jellemzően akkor fordul elő, amikor egy erős ütés éri az ember mellüregét. Ez feltételezések szerint arra utalhat, hogy Doroshenko próbálhatott felmászni a fára, majd egy baleset következtében leesett. A furcsa körülmények... Miért próbál valaki felmászni a fára mínusz 30 fokban félmeztelenül? ...ellenére az orvos szakértő hipotermiát jelölte meg a halál okának. Krivonisenkó közvetlenül Dorosenkó mellett feküdt. Radar, ne! Te voltál kedvencem! Ő mindössze egy hosszú ujjú pólót és egy fél pár zoknit viselt. Asszú, hihetetlen! Ő testén még mélyebb horzsolásokat és vágásokat találtak. Különös módon az ő testén is több égésnyomot találtak. Megégett a talpa és a lába, valamint mindkét keze. A szájában megtalálták a kezének egy darabját is, ami úgy kerülhetett oda, hogy harabdálta önmagát, hogy ne veszítse el az eszméletét. Jézusom! A nyomozás később azt is megállapította, hogy az első két test a halál beállta után el lett mozdítva. A szakértők szerint a csoport többi tagja megtalálhatta a holttestüket, és egymás mellé helyezték. Minus 30 fokban kint állnak. Őket emellett feltehetőleg levettek róluk néhány ruhadarabot is, így próbálva saját magukat melegen tartani. Harmadiknak a csoport vezetőjének Igor Diátlovnak találták meg a testét. Ő háton feküdt, ökölbeszorított kezekkel, és egyértelműnek tűnt, hogy az ő testét is elmozdították a halál beáltát követően. Igort is horzsolások és vágások. az sem bírta lekövetni ezt a mondatot. Vágások borították, emellett hiányzott az egyik metszőfoga is. Metszőfoga. A halott kém elismerte, hogy ezek a sérülések hasonlóak egy verekedés során szerezhető sérülésekhez, de ennek ellenére a halál hivatalos oka Igor esetében is hipotermia volt. Ezt követően a csoport első női tagját, Zinaida Kolmogorovát találták meg. A többiekhez képest valamelyest jobban fel volt öltözve, de érdekes módon a jackie a jobb ujja le volt szakadva. Mindkét kezét és arcát is horzsolások és karcolások borították. Az oldalán egy zúzódás is volt, amit az okozhatott, hogy megütötték egy faággal. A halálokának sérülés következtében bekövetkező hipotermiát jelöltek meg. Tömegövelekedést rendeztek, vagy mi az Isten? Egyébként Diatlov esetében is valószínűsíthető, hogy a sérülései miatt fagyott halára. A nyomozók úgy gondolták, hogy Diatlov és Kolmogorova épp vissza akartak menni a sátrukhoz. Amikor életüket vesztették. A következő túrázó holttestére csak egy héttel később bukkantak rá. A 23 éves szabadint arccal lefelé találták meg, testét teljesen beborította a hó. A vizsgálatok során kiderült, hogy belső verzés keletkezett az agyában, a koponyája pedig betört. halottkém nem tudta megmondani, mi okozhatta a sérülést, de véleménye szerint a sérüléseket követően még legalább egy óráig életben lehetett Slobodin de a belső verzés miatt zavart lett és szédülni kezdett, aztán pedig összeesett, majd ezt követően halára fagyott. Lehet, hogy valakit meg akartak gyilkolni, vagy tömegverekedés történt, de ez annyira hihetetlennek tűnik. A többi túrázót két hónapig nem találták meg, majd május 4-én a térségben élő Majszik törzs tagjai bukkantak további négy holttestre egy kisebb szakadékban. Ludmilla Dubinina arcát komoly sérülések borították. A szájából több darab is hiányzott. Van... Szájából több darab is hiányzott. Azért ezt a mondatot így kimondani elég kemény. Amint az arc csontjáról is hiányzott a bőr. Ludmillának tíz bordája eltört, és bevérzés volt a gyomrában is. További megdöbbentő részlet, hogy hiányoztak a szemei és a nyelve is. Ez így most már kezd para lenni. Ő az első, akinél a halál oka nem hipotermia, hanem sérülés miatt bekövetkező belső vérzés volt. Zolotaryov a csoport legidősebb tagja. Ő volt az egyetlen, aki a hideg körülményeknek megfelelően volt felöltözve. Összesen három darab nadrágot viselt, és a jackéjén kívül még volt rajta egy hosszú vastag kabát is. Emellett volt rajta sál, kettő darab sapka és kesztyű is. Az ő testét is súlyos sérülések borították, öt bordája eltört, fej és koponya sérülést is szenvedett, és a legfurcsább, hogy Zolotaryov testét is szemek nélkül találták meg. ez a szemek nélkül az új. Ő volt a vezető, igen, a, akit az előző videóban azt mondták, hogy lehet, hogy... A... Az orvos szakértő kiemelte, hogy a melkasi küldtöm. sérüléseket, bordatörést, Dubinina és Zolotaryov is még haláluk előtt szerezték, és Zolotariov esetében ezt is állapította meg a halál okaként. Hm. Külön érdekesség, hogy a szakértő szerint ezeket a sérüléseket nem okozhatta egy másik ember. A sérülések olyanok voltak, mint egy autóbalesetben esetben elhunyt személyé, leszámítva, hogy a bőr felszínén nem látszódtak külsérelmi nyomok bőr felszínelem nem látszottak külsérelmi nyomok. És hiányzott a szemük, meg a nyelve, a, nekik a szemük, mind a kék a szeme, a drávnak, meg a nyelve is. Oké, okay. meg a Ez hogyan lehetséges? Arra a szakemberek a mai napig nem találnak választ. Alexander Kolevatov testét is a szakadékban találták meg. Ő is valamelyest melegebben fel volt öltözve, azonban szakadások és égés nyomok is voltak. A... Hát az első holtesteket azt mondják, hogy elmozdították, lehet, hogy róluk leszették a ruhákat, bár ezelőtt az meg azt mondták mindegyik videóban, hogy a sátorban találták meg a ruhákat, a ruhák többségét. Ruháján. Kolevatovnak hiányzott mindkét szemöldöke, az orra eltört, és a nyakán is törésre utaló jeleket találtak. Hiányzott mindkét szemöldöke, mi a fasz? A nyilvánvaló sérülések ellenére az ő halálát is hipotermiának nyilvánították. A Fontos megemlíteni, a... hogy a boncolási jegyzőkönyv elég felszínes volt, de ez egyébként igaz, a többi májusban megtalált áldozat eset. The, top, the soft tissue of the face is thin, flaccid, and the dirty grey color. Tehát az arc uh, puha bőr része, a flaccid az nem tudom mi, és piszkos szürk, szürke színű, az mondjuk a fagyástól lehet, Nikolaj Vladimirovics Zolotarijovhoz hasonlóan egészen jól fel volt öltözve, emiatt a nyomozók úgy gondolják, hogy ők nem tartózkodtak a sátorban akkor, amikor a többiek sietve elhagyták azt. Ez magyarázza, hogy ők miért voltak aránylag jól felöltözve, a többiek pedig miért nem. Nikolajnak horzsolások ah. voltak a száján és az állán, a jobb karján bevérzés volt, a koponyája pedig eltört. A szakértők szerint valami elképesztően nagy erőhatásnak kell térnie a fejét ahhoz, hogy így törjön el a koponyája. Külsérelmi nyom azonban nem volt. Így ne... Ez nehéz megmagyarázni, hogy mégis mi okozhatta ezt a sérülést. Az azonban valószínű, hogy a sérülést követően Nikolaj elvesztette az eszméletét, majd legfeljebb három órán belül belehalt sérüléseibe. Összességében elmondható, hogy mind a kilenc túrázó halála gyanúsnak tűnt, és rengeteg kérdést vetett fel. Mindegyikük testét horzsolások, zúzódás. Tehát, akkor ugye megtalálták a sátrat, itt is sok nyomot kihagytak enni, azért vannak összeszedettebb videók a neten. Meg leírások. Ugye az is gyanús volt, hogy a sátorán megtalálták a lábnyomokat, ami azért érdekes, mert nem avazott akkor előtte nap már durva hó volt, mégis a sátor közelében ilyen két-három milis vagy centis hó volt, ami azért vagy nem olyan nagy egy ilyen, ilyen környéken, akkor szétvált a csapat, négyen elmentek az egyik irányba, öten a sátorba voltak, a sátorban lévők valamitől megijedtek, úgy, ahogy voltak levetkőzés közben, lehet, olyan egyébként akartak főhúzni, elkezdtek menekülni, és meghaltak szerencsétlenek, de akiket az utolsó körben májusban találtak meg, őnek itt betört a koponyájuk, a belső szerveik roncsolódtak, úgy, hogy nincsenek külsérelmi nyomok. Tehát olyan, mintha hogy egy autó elütötte volna őket, vagy egy busz, külsérelmi nyomok nélkül. Ez azért nagyon durva. Sok borították, sérüléseik jelentős része a fejüket érte, és néhányaknak egész egyszerűen megmagyarázhatatlan sérülései keletkeztek. De az ügy egyik igazán felkavaró részét eddig még nem is említettük. A négy túrázó, akiknek utoljára találták meg a testét, a korábban elhunyt társaik ruháját viselték. Nyilván ez egy kétségbeesett kísérlet volt arra, hogy ne fagyjanak meg, és a négy túrázó... De nem azt mondta az előbb, hogy ők ország nem voltak a sátárnak, a többiek menekültek? Akiknek utoljára találták meg a testét, a korábban elhunyt társaik ruháját viselték. Nyilván ez egy kétségbeesett kísérlet volt arra, hogy ne fagyjanak meg, és az igazán megdöbbentő tény, hogy ezeken a ruhákon sugárzás nyomait mutatták ki. Hmm. Sőt, ez nem dúra. csak a ruhákon volt mérhető sugárzás, de a környék jelentős részén is. Jelenleg sincs magyarázat arra, hogy mi okozhatta a sugárzást, de természetes úton elvileg nem fordulhatna elő. Hát ez nem igaz, mert háttérsugárzás mindenhol mérhető, és azért az Urál hegységnél urán bányászat sok helyen történik, illetve a közelben lévő katonai támaszpont, mint tudjuk, az 59-ben már erőteljesen ment az atomfegyverkezés és a urán kutatás, hogy az ez annyira nem kizárható. Ha mindent egybeveszünk, elég nehéz értelmes magyarázatot találni a történtekre, kezdve a belülről kivágott sátorral. Na, itt a sátor, megtalálták, és még látszanak a lábnyomok, tehát nem esett hó a baleset, a felállítását követően. Mégis a sátor össze van esve, hogy tudja, a tetején azért van valamennyi hó, tehát ennyi hó esett. A lábnyomok mégis látszódtak. Ugye szép libasorba vonultak, akik kivágták volna magukat innen. Akkor az lehet, hogy az előző csapat vonult arra, de akik innen jöttek ki, nekik még nem látszik a lábnyom. Hát nagyon érdekes ez az, az egész. A libasorban való sétáláson át, egészen a sokkoló sérülésekig, és a ruhákon... Tehát ez a kép, ha akkor készült, és így látszanak a lábnyomok, hát nem tudom. Talált sugárzásig. Ennek fényében nem is csoda, hogy ma sem tudjuk pontosan, hogy mi történt azon a tragikus napon, és az eset továbbra is a világ egyik legrejtélyesebbje. Ennek a megmagyarázhatatlanságnak és rejtélyességnek köszönheti azt is, hogy világszinten ennyire ismertett, és valósággal szá Tóni, abszolút el tudom képzelni, tehát azért ez egy nagyon nehezen felderíthető környék, tehát ide nagyon könnyen nem lehet bejutni, ezek a pontok nagyon jól védhetőek is, én bármit el tudok képzelni. Megmondom őszintén, nem hiszek abban, hogy ufók a földre járnak, kísérletezni meg, szondázni embereket, túl sok energiára lenne szükség, és ha már ennyi energiát tud valaki használni, akkor kontaktálna szerintem. De hogy ez nagyon érdekes. Tényleg nem az van, hogy véletlenül megláttak, hogy nem kellett volna, és agyonverték őket, akkor viszont lehet, hogy volt külső elményom. De azért valljuk be, a Szovjetunióban egy halott kém, ha azt mondták neki, ezt nem írhatod le, nem írta le. És abszolút el lehet képzelni, hogy voltak külsérelmi nyomok. Csak nekünk már ugye úgy jöttek a jelentések a mi hogy rejtély, és nem voltak külsérelmi nyomok. Százával vannak elméletek arra vonatkozóan, hogy mi történhetett. Szóval a videó második részében ezek közül az elméletek közül vizsgálunk meg néhányat részletesen. Új. Ha arról sem szeretnétek lemaradni, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára. Hát nézzük Sziasztok! akkor a második a részt. Videóban a videóban Máté rejtélyes igazságok, a gyatlov rejtély második része következik, ahol az eddigi feltevésekre érkeznek válaszok. 2024. január 18-án tette közé Máté a videót, és 2232-ben már meg is nézték, Úgyhogy mi leszünk a 2240. csapat, minimum, úgyhogy kérlek, kövessétek be Mátét, mert nagyon jó az anyag, amit eddig összerakott. Szerintem nekem nagyon tetszik, milyen hosszú ez a videó, 14 perc, és azt mondom, csapassuk. Ehetséges magyarázatokkal és elméletekkel folytatjuk a Gyatlov hágó Ha nem lát... Igen, magyarosan gyével írják egy Gyatlov. Az Láttuk, első részt, Akkor előbb nézzétek meg azt, megtaláljátok a leírásban, Láttuk, tartotok, akkor azonnal nézhetitek az első részt. Szóval legutóbb ott hagytuk abba, hogy megvizsgáltuk, hogy a kutatócsapatok mit találtak az események helyszínén. A keresés kifejezetten nehéz volt, és néhány holttest csak hónapokkal később került elő. A vizsgálatok a legtöbb esetben hipotermiát jelölték meg. Hát azért, amikor valakinek tényleg olyan nyomai vannak, hogy bet, mondjuk az lehet, hogy fölmászott a fára, és leesett, mert megfagyott, és akkor még, vagy még élt, de már nagyon élete vége felé járt szerencsétlen, és akkor kapott valami nagy traumát. Ki tudja? Ki tudja? A halál okaként, de figyelembe véve a sérüléseket, a bizarr körülményeket, illetve a ruhákon talált sugárzást, ez nem igazán szolgál kellő magyarázatta az eseményekre. Hát a sugárzás szintjére kíváncsi egyébként, hogy mit mértek. Tehát itt az ideje, hogy megnézzük a legnépszerűbb és legérdekesebb elméleteket. Az első elmélet szerint a térségben élő manyszik törzsnek köze van a tragédiához. Sokan úgy gondolják, hogy a korábban említett hóvihar miatt a túrázók véletlenül a törzs területére tévedtek. Ezt követően a törzs tagjai végeztek a behatolókkal de én úgy tudom, hogy ez a törzs ez egy nagyon barátságos, nagyon békés törzs. Nyilván, ha baszogatják őket, akkor lehet, hogy kiállnak magukért, vagy biztos kiállnak magukért, de nem ez igazán jellemző rájuk. Ezt az elméletet alátámasztja, hogy a túrázók táborától néhány száz méterrel odébb megtalálták a törzs egyik jelképét, amelyet akkor szoktak felállítani. Na, kinek jut eszébe erről a Blair Witch projekt? amikor valamilyen áldozatot ajánlanak fel. Ha megnéz... Ez most már nagyon projekt, és most egy pillanatra ki is rázott a hideg. ...a túrázók által készített fotókat, akkor egyértelműen látszik, hogy a csapat valóban a törzs területére tévedt. A törzsről egyébként köztudott, hogy nem túl barátságosak a látogatókkal. Ó, akkor ezt rosszul tudtam, nem túl barátságosak. Szóval elképzelhető, hogy egy vita alakulhatott ki a túrázók és a törzs tagjai között ami végzetes következményekkel járt. Ráadásul a törzs mindenkinek jobban ismerte ezt a területet, így lehetőségük volt a bizonyítékok eltüntetésére és egy kaotikus nyomozati helyszín kialakítására, ezzel elintézze, hogy az ügy rejtélyes és megoldatlan legyen. Hát azért nem tudom, hogy a masnyi, masnyi azt hiszem úgy is ejtik, masnyi ma törzs, masnyi törzs, az mennyire uh, gondolta ezt, hogy ők most rejtély akarják ezt varázsolni. Nem tudom. Ez az elmélet egyébként... Még a libasorba vonulás, az lehetne egyébként az, hogy tényleg odaálltak, és uh, nyilakkal azt mondták, hogy na papa, akkor go. És vezették őket, és aztán nagyon verték. Tehát ez is el lehet róluk képzelni. Arra is adhat magyarázatot. Bocsánat, nem a törzsről, hanem az elméletek közül hogy a csapat miért hagyta el kapkodva a sátrát. Lehetséges, hogy észlelték a közelgő támadást, és ezért vágták ki belülről a sátrat, hogy el tudjanak menekülni a törzs támadása elől. Amellett, hogy sok nyomot és eseményt megmagyarázhat ez az elmélet, jó néhány kérdést is felvet, például a bizarr sérüléseket, amiket a boncmester szerint nem okozhatott egy másik ember. Igen, tehát még hogyha a, a kiváltó ok az, hogy a törzselő menekültek is, mert megtalálták az áldozati ö, jelképet, attól még ez a sérülés, hogy magyarázható, persze rengeteg elmélet van erre is, hazudott a korboncnok, Sendrián volt a korboncnok, nem értett a szakmájához a korboncnok. Emellett az is elég elrugaszkodottnak tűnik, hogy a törzs tagjai sikeresen eltüntették minden lábnyomukat, ez meglehetősen sok időt és energiát igényelt volna. Az áldozati helyszínt pedig jó eséllyel egy szarvas miatt állították, erre utalnak a helyszínen talált agancsok is. Így összességében. Igen, bár az is ugye egy erőteljes mondás, hogy a véletlen nem létezik, és a Ilyen apró egybefüggések általában mindig tervezettséget feltételeznek. Meg most az, hogy szarvas aggancs van a áldozati emlékművükön, ebből én nem vonnék le azért feltételezést, feltétlenül. A legtöbben nem hiszik le ezt az elméletet, mert amellett, hogy néhány érv alátámasztja, jó néhány cáfolja is. A második nem tudom, hogy tudjátok-e, mi az az oklám borotvája. Az ugye egy elmélet, ami azt mondja, hogy mindig a legegyszerűbb magyarázat a helyes, de amikor nincs egyszerű magyarázat, és mindegyik, bocsánat, mindegyik egyszerű magyarázat, vagy hihető magyarázat inkább így szól, cáfolható, akkor lehet, hogy a leghihetetlenebb válasz lesz a legjobb, de arra kell törekedni, mindig a leghihetőbb, legegyszerűbb választ próbáljuk megtalálni. Emélet igazából azt magyarázza meg, hogy miért hagyták el a túrázók ennyire sietősen a sátrat, annak árán is, hogy gyakorlatilag tönkretették az egyetlen menedéküket, ami hatalmas kincs az ilyen extrém hideg időben. Ez csak akkor lehet egy logikus döntés, ha az életük közvetlen veszélyben volt, például egy elképesztő sebességgel közelítő lavina miatt. Igen, de azt tudjuk, hogy a havazás nem volt olyan erős, nem volt annyira nagy a hó, és tapasztalt túrázó hegymászókról beszélünk, akik esetében igen valószínűtlen az, hogy egy lavina esélyes helyre állítják a sátrat. De egyébként itt van a kis K Kályhának a csöve, csak mondom, tehát fűtöttek a sátorban. Nyilván nem voltak retének. Napjainkban egyébként ez a legszélesebb körben elfogadott magyarázat. Ez szerint a csapat észlelte a közelgő lavinát, kivágták a sátrat, és azonnal menekülni kezdtek. Nyilván nem volt ide. Igen, ugye az, hogy miért akartak fára mászni, de akkor mi mentek a sorba. Tehát, hogyha menekülök a lavina elő, már a lavina az nem úgy jön, hogy pögy, 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 majd holnap odaérek, hanem az, az brutál több száz km per órás sebességet is elérhet, és letarol a mindent. Dejük rendesen felöltözni sem. És ugye a fáknál tábortüzet gyújtotta. a. <laughs> Hiszen a lavina azonnal maga alá temette volna őket. A teóriát az is erősíti, hogy a sátrukat a helyi lábánál állították fel, így egy esetleges lavina biztosan betemette volna őket. Ugyan a konkrét... Viszont a sátrat nem temette be lavina. Ezt tudjuk. Mert láttuk a sátrat, oké, okay, összedölt, de ez a vágástól is lehetett, mert ott a szerkezete sérült, de alig volt rajta hó. Itt helyre nem jellemzőek a nagyobb lavinák, de... Meg az... elsodorta volna a sátrat azért, ez nem csak úgy betemeti. Extrém időjárás és a nagy mennyiségben lehullott hó könnyen előidézhetett egyet. Ezt Annak ellenére, hogy ez a legszélesebb körben elfogadott termélet, ezzel is van néhány probléma például nem igazán magyarázza azokat a fura sérüléseket, amikor a túrázókon külsérelmi nyomok nem voltak, de jelentős belső vérzésük vagy törésük keletkezett. Ha egy például. labinak következtében szerezték volna ezeket a sérüléseket, akkor jelent... Ilyen sérülést, <kül> hogy ö, belső szervek elmozdulnak, töréseket szenvednek, külsérelmi nyomok nélkül okozhatja az, hogy rázzák az embert nagyon durván. Ugye volt egy ilyen ö, ö, náci kivégzési mód, hogy rárakták egy fém lapra az ember, elkezdték remegtetni a lapot, és amikor elérte a remegés azt az amplitúdót, mivel az emberi belső szervek remegnek, akkor azok szim, szimplán kiszakadtak, csontok törtek. Egy lavina azért, amikor az embert elsodorja, ott lehet ilyen, de külsérelmi nyomok is lennének. Más, Persze, más lett volna. Mindig elképzelhető, hogy a lavina ugyan elsodorta őket, de horzsolásokkal és kisebb sérülésekkel megúzták, majd a súlyosabb sérüléseket később szerezték, valamilyen más módon Miközlet. miközben próbáltak menedéket találni. A szakértők kezdetben kizárták a lavina lehetőségét, mert a területen semmi nem utalt arra, hogy egy lavina söpört volna végig Ez a viszont múltban. tény. Emellett úgy gondolták, hogy Mert a láb... tény, hogy uh, ugye a képek és a helyszínre érkezők uh, jelentései alapján nem volt semmilyen lavinára utaló nyom. A nyomok elhelyezkedése is száfolja ezt az elméletet, hiszen feltehetőleg a pánik következté... És ugye megtaláltuk a lábnyomaikat, hogy... Uh, nem, bocsánat, nem mi... Sajnos, egy hál' Istennek. Tehát ugye megtalálták a lábnyomaikat, amiket követtek, tehát ha egy lavina sodorta volna őket el, akkor a lábnyomot betemette volna. ...össze-vissza volna a lábnyomok, nem pedig libasorban. A, a másik, ugye, hogy nem libasorban, meg nem is lettek volna. Illetve azt már említettük, hogy a területen nem igazán szokott előfordulni lavina, azóta sem számoltak be ilyen esetről egyébként. Azonban 2020-ban svájci kutatók számítógépes szimulációkat végeztek, és ezek alapján arra jutottak, hogy elképzelhető, hogy egy lavina végzett a csoporttal. Emellett azt is kiemelték, hogy nem feltétlen kellett, hogy hatalmas lavina keletkezzen, egy kisebb méretű hócsúszás is elegendő lehetett ahhoz, hogy a sátrat megrongálja, a csoport tagjait pedig menekülésre kényszerítse. Így napjainkban ez a hivatalosan széleskörűen elfogadott magyarázat, Hát ezt nem tudom, hogy miért elfogadott ez a magyarázat, mert nagyon sok benne a feltételezés, talán a legvalószínűbbnek tűnhető magyarázat, tűnhető, legvalószínűbbnek tűnő magyarázat, beszélni, mert már nem tudok. A túrázók tragikus sorsára, de ettől függetlenül azért vizsgáljuk meg a többi elméletet is. A... Na, azért lesznek nagyon kifacsart és durva elméletek szerintem, hogyha behoz amiket olvastam, meghallottam már. A harmadik elmélet a valóságtól meglehetősen elrugaszkodott, <laughs> de úgy gondolom érdemes megemlíteni, hiszen kezdetben sokan hittek ebben a teóriában. Szóval a megmagyarázhatatlan eseményeknél szinte mindig előkerül valami természetfeletti magyarázat, ezúttal... Ó, nagy láb! Utal ...sincs ez másképp. Sokan úgy gondolták, hogy egy yeti lehet felelős a csoport haláláért. A teória szerint a térségben él egy vagy több jeti, vagy ahhoz hasonló lény. A túrázók pedig a területére tévedtek, a yeti pedig a területére... Tehát vagy a masnyi törzs, vagy a jeti. Sokan ezzel a területen, kifejezetten népes. Itt védve rájuk támadt. Ez az elmélet megmagyarázza, hogy a csapat miért távozott sietősen és felkészületlenül a sátorból illetve a magyarázatot adhat a szokatlan és furcsa sérülésekre is, de ami miatt... Hát de külsérelmi nyomok nélkül a jeti se tudja nagyon verni, tehát akkor lesz külsérelmi nyom. Meg vajon mi lehet ez a piros karika? Hát igazán népszerű lett ez az elmélet. Az a fotó, amit a sátorban talált kamerán fedeztek fel. Ó, hát ez mondjuk... Vagyok... Hát nem tudom ki mit lát bele láthatunk bele egyetítés, vagy egy embert, aki kezes lábasban van és sísapkában. Ez a kép a tábor közvetlen közelében kész. kép, kérő volt, ő volt a ilyen a viking, hello, hello. Igen, elképzelhető elmélet, de hogyha nézed, ez olyan, mint egy nadrág lenne, ez olyan, mint egy sísapka, ez pedig egy ilyen aláöltözőnek tűnik. Nem olyan modern, mint a mostaniak, de abszolút el tudom képzelni a te elméletedet. Mi a helyzet, barátom? É. És a vizsgálatok azóta azt is megállapították, hogy a képet nem manipulálták. Csodálatos. Lefotóztak egy embert, és nem manipulálták a képet. Hát így se hallottam mi. Száz százalékig biztos, hogy eredeti. Oké. Okay. Sokan úgy vélik, hogy a fotón látható alak egy yeti. Igen, hát nyilván a legvalószínűbb magyarázatot kell mindig megkeresni, tehát ez egyeti. Maradjunk ennél az elméletnél, menjünk tovább. Pedig bizonyítja ezt az elég hihetetlen elméletet. Mások azonban úgy vélik, hogy a képen egész egyszerűen egy profi, túrafelszerelésbe öltözött ember látható. Amellett, hogy... Ja, egyre szimpatikusabb az úriember, aki ezt a videót csinálta. Racionálisan eléggé hihetetlen ez az elmélet, az is ellene szól, hogy egyetlen lábnyomot sem találtak a térségben, ami egy ilyen lénytől származhatna. Összességében azt gondolom, ezt a teóriát elvethetjük, annak ellenére, hogy ez az eddigi legérdekesebb. Vagyuk, be, tehát viking, te kifejezetten profi fotós vagy, az, ez egy jó szarkép, nem? De a beállítás viszont zseniális, tehát itt az ágak között fotózva valaki épp lép ki a valószínűleg a kakilást végzése után a bokorból, lehet, hogy egyébként ezért haltak meg a többiek, mert nem bírta el hogy ilyen képet csináltak róla. Szerintem az egy dagadt ufó. <laughs> <szerint> Egyre jobb. <laughs> Elméleti? hazudtok, ez ufó, dagadt ufó. Egy másik elterjedt természetfeletti jelenséghez kötődő elmélet a földön kívüliekkel kapcsolatban. Ő volt, én biztos, hogy benne hogy ő verte agyon. Olyan durva arca van. Csajatos. Igazából nem is lenne igazi rejtély, ha nem lenne legalább egy elmélet, ami az UFO-król szól. Er Állítólag most egy ez mit jelent, semmit. Meg mint tudjuk, azért ez egy katonai támaszpontokban erőteljesen. Ö szóval katonai támaszpontokat erőteljesen tartalmazó vidék, de több bejelentés érkezett mindenféle fényjelenségekről, hát repülőgépkísérettől kezdve a rakétakísérleti bármi lehetett. Aj, hát, Tony nem mondj már ilyet magadra folyamat. 59-ben. Mert mi, mi? 59-ben mi? Hát miért ne lehetett volna a profi? Első beszámolók szerint többen is különös fényeket láttak az égen. Erről számoltak be korábban az említett törzs tagjai is. Hoppá, ott ők jön úgy az UFO. Le a jelenséget, mint egy az égen hát, hát fog külön, menni a házba. Ami nagyjából megegyezik a manapság elterjedt elképzeléssel egy űrhajóról. Én szerintem az egy rakéta volt, de oké. Okay. A másik tényező, ami alátámasztja ezt az elméletet, az a Zolotariovnál talált kamera. Annak ellenére, hogy a kamerában jelentős károkat okozott a víz, és az, hogy három hónapon keresztül extrém fagynak volt ki... Biztos nagyon hiteles fotók lesznek benne. Hát gondolom, hogy egy szovjet gép lehetett. Hú, uh, fateromnak volt egy szovjet márkai gép, ami egyébként kurva jó gép. Aj. Mit eszembe a neve? Még Simon Fipéter Péter is az egyik retrofotós oktató vette vett egy olyat. És, és az zseniális márka volt, és nagyon jó képeket lehetett vele De igen, a benne tükörreflexes, fix, fókuszos. A film aránylag jó állapotban volt, és sikerült előhívni a képeket. Na igen, eh, szóval az összes ez a kedvencem. Én erre ránézek, én ebből nem állapítom meg, hogy ez egy brutál fényjelenség, hanem. Blö. Több kép is arra utal, hogy Zolotar valami valami fény próbált megörökíteni a kamerával. Mi? de persze ezeket a furcsa képeket könnyedén eredményezhette a kamera beázása is. Szóval hát igen, mert ez olyan, mint hogyha nem tudom, még mikrofél megsérült volna inkább. én ezt nem tekintem perdöntő bizonyítéknak. Ennek ellenére az UFO elmélet hívei szerint ezek a képek bizonyítják. Egy UFO elmélet hívőnek, ha odaadok egy ilyen kontrollert, hogy ott találtam, biztos rá fogják, hogy a UFO, UFO, UFO ez a legvalószínűbb. Tehát ezt imádom az összesküvés elméletekben, hogy mindig mindenben meglátják azt, ami alátámasztja azt, amiben ők hinni akarnak. Ugye erről az x is, oké, okay, Muldernek a per speciál igaza volt, de hinni akarok. Tehát bizonyíték az kevés. Magyarázat még kevesebb, de bármi, bármire rá lehet húzni. Hogy és lehet, hogy százból egy betalál, és akkor nagyon igazuk van, de na. A kívüliek felelősek az eseményekért. Szerintük a földön kívüliek miatt menekültek el a túrázók a sátrukból. Of Véleményük szerint ez magyarázatot adhat arra is, hogy miért találták sugárzás nyomait a csapatruháin, és persze esetlegesen magyarázhatja a bizarr... Értem, és... hogy sugárzás nyomait találták rajta, de a mértékét még mindig senki nem mondta el, hogy mit mértek ott háttérsugárzásnál minimálisan nagyobb. Brutális, tehát uh, már egy, nem tudom, erőteljesebb uh, maghasadás közelében észlelhető, vagy, vagy egy géphez hasonló mérték mint Roosevelt. Igen, hát Roosevelt, igen, tehát És furcsa sérüléseket is. Elvégre nem tudjuk, milyen eszközeik, meg képességeik vannak a földön kívülieknek. De könyörgöm, tehát ha olyan képességeik vannak, hogy ide hajókázzanak a univerzum másik felére, akkor köszönjenek már be. Tehát miért nem köszönnek be? Mitől félnek, hogy a brutál fejlett technológiánkkal lelőjük őket? Tehát átutaznak fényéveket, hogy ide jussanak akkor feltételezem olyan technológiák, hogy le se szarják a mi technológiánkat. Ellenben viszont találnak egy kvázi közepesen intelligens létformát, és azt lehet nekik mondani, hogy csá. Szóval igen, ez néhány dolgot megmagyarázhat, de inkább csak azért, mert semmit nem tudunk a földön kívüliekről, igazából igen. azt sem, hogy léteznek-e. Na hát itt van egy földönkívüli. Ez Ez perdöntő bizonyíték. Elnézést, mindent visszavontam. A földön kívüliek ide járnak meghalni. Így gyakorlatilag lehetetlen megcáfolni azt, hogy okozhatták-e ők a sérüléseket, vagy a sugárzást. Minden esetre, bármennyire is lenyűgöző és izgalmas. Vagy ez volt ez a mondat, lehetetlen megcáfolni? Így gyakorlatilag lehetetlen megcáfolni azt, hogy okozhatták-e ők a sérüléseket. Na, ez tetszik. <laughs> Oké. Okay. Semmit nem tudunk az földön de nem azért zárjuk ki őket, mert fasság, kvázi jelenlegi fizikatudásunk szerint, hogy ők ide jöjjenek, hanem keveset tudunk ahhoz, hogy megcáfoljuk, hogy ők voltak, ezért ne zárjuk ki, de ez egy tök jó elmélet. A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka. vagy a sugárzást. Minden esetre, bármennyire is lenyűgöző és izgalmas ez az elmélet, nem túl valószínű, hogy ez történt. A következő elmélet lényegében arra épít, hogy a túrázók valamiféle elmebajt kaptak, vagy a hipotermia okozott náluk zavarodottságot. Ez az Na ez szerintem számomra legalábbis ez tűnik a leghihetőbbnek az eddigiek közül. Az elmélet arra alapoz, hogy az események racionálisan szinte felfoghatatlanok és érthetetlenek. Jeti. Ennek első bizonyítéka, hogy sok túrázón egyáltalán nem volt ruha. A hipotermia során különös módon az ember azt érzi, hogy elképesztően melege van, ezért elkezd leöltözni, annak érdekében, hogy lehűtse magát. De ez csak felgyorsítja. És ez azért is van, mert a hideg receptorok azok sokkal nagyobb távolságra vannak egymástól, mint a hű receptorok. És hogyha egy bizonyos szint fölötti hideg éri az ember kezét, gondoljatok bele, megfogjátok a jeget, és sokáig tartjátok, olyan, mintha elkezdene égni az ember keze. Mert nem tudja feldolgozni az agy, hogy ez a hideg receptorokat érint csak, és a jelek alapján bekapcsolja a hőreceptorokat is, és kvázi egy olyan jelet küld, hogy ég a kezed. De nem, kurva hideg van, mégis úgy érzi, mintha égne. Itt a kihűlés folyamatát, és hamarabb beáll a halál. A hipotermia szintén magyarázhatja a különös, irracionális viselkedésüket, mivel halucinációt okozhat. Ezáltal Így lehet, van. hogy a túrázók olyat láttak, vagy hallottak, ami valójában... Mondjuk itt az a kérdés, hogy mind egyszerre lett hipotermiás, mert az viszont fura, főleg úgy, hogy mind egyszerre kezdett el halucinálni. Itt meg ez az érdekesség, hogy miért, hogy? Tehát, hogy egyiknek nem volt annyi eszé, láttuk a kájhacsövet, meg fűtöttek, tehát itt, itt, a sátorban miért? Most láttam, kaptam? hogy van stream, már meg is meg köszönöm szépen. <laughs> Szervusz, barátom. Szóval nem, nem, tudom, hogy ezt, tehát a hipotermiát, ez tűnik talán a leglogikusabbnak, mégis itt is annyi kérdés felvetődik, hogy miért? Vagy csak egy megőrült, a többiek próbáltak utána menni. csak egy öt pontos eló Igen, csak nagyon benne voltam a gondolataimban, és a fülembe egy kicsit olyan az a hang nekem, mint hogy ilyen hátulról jön, nem, mint ha valaki belesuttogott volna a fülembe. Itt nagyban fejtegetjük a gyatlov rejtét, és ugye, szia, most láttam, hogy a jó stream, megöllek. Nem is létezett, és emiatt kezdtek menekülni a sátorból. Ugyanakkor elég sok minden cáfolja is ezt az elméletet. Ó, suttognál bele, Veróci, az lenne a legjobb. Ha visszaemlékezünk, akkor az első részben említettük, hogy az utoljára megtalált négy túrázó felvette a korábban elhunyt társaiknak a ruháit. Na ez viszont mindig ellentmondásos. Azt mondják, hogy a ruhákat bent hagyták a sátorban, majd pedig felvették őket, tehát értem, hogy van váltás ruha, de most akkor melyik ruhába mentek ki mégiscsak? Vagy no? A másik tényező, amit száfolja a teóriát, hogy az első két túrázó közvetlen környezetében tűznyomait találták. Mondjuk az olyan, amikor hipotermiások és fázok, lehet, hogy olyan annyi élet, lélek hogy hát mondjuk kurva melegen van, mert hideg van, ez egy újtok tüzet. Who knows? Mindkét erv arra utal, hogy a Mindenki egyszer halucinált? Hát, na, igen, de valószínűtlen, Berósi. Minden lehetséges, de azért vagy be valószínűtlen. A csapat tagjai tisztában voltak azzal, hogy fenyegeti őket a kihűlés veszélye, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt elkerüljék. Ebből következően nem állt be az a furcsa ellentmondás, hogy úgy érezték volna, hogy melegük van, és próbálják lehűteni magukat. Tehogy nem, tömeges hisztéria az előfordulhat, de azért itt vegyünk számításba még két dolgot. Profitúrázókról van szó, és nem is butákról, tehát azért ők ők a szovjet, annak erőre 59-ben éltek meg a Szovjetunióban, ők nem buták, ők nagyon intelligens emberek voltak. Tehát nem Bíruska és Gézuka eltévedt a Szibériába, aztán ottan megfagyott, hanem profitúrázók megfelelő felszereléssel, intelligenciával csoportosan ennyire megkattantak volna. Én kurva fáradtak voltam, mert tényleg egy brutál terhelésnek mentek uh, neki, és ugye egy hatalmas hóvijar miatt el is tévedtek, ezért túlzott terhelés. De nem, nem zárom ki, de azért nem, 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 Jocó és Bocó a Blaháról betévedt Szibériába. Na, hogy ez Végül ez az elmélet semmilyen... Persze, ezért mondom, hogy lehetséges, de egyszerre át. Még az, hogy egyik másik egy tízfős, 9 kilencfős csapatból, oké. Okay. Sokkal többet bírtak. Azt mondod, hogy ők többet bírtak. Inkább azért, mert ők azért az Urálhoz közel éltek alapvetően, legalábbis oda egyetemre, tehát ismerték is a környéket, kvázi a hőviszonyokat, vagy az időjárási viszonyokat is terhelhetőek is voltak. Bármi lehetséges, bár én eddig a jetit tartom a legvalószínűbbnek, mert láttunk róla képet. Az ufókról nem volt annyira meggyőző, de a jetiről eléggé. Magyarázatot nem ad a bizarr sérülésekre sem és a bizonyos sérülésekről még nem beszéltünk, amiket elszenvedtek szerencsétlenek, amik, még ez oké, okay. oké, okay. tömeges hisztéria, rendben van, elfogadom, tüzet még, oké, okay. kijöttek belőle valahogy, fára próbáltak mászni, viszont kivág, oké, okay, veróci, tömeges hisztéria, kivágják belülről a sátrat, minimális öltözetben vagy messzelenül, elindulnak kifele libasorba ez a hisz, tömeges hisztériával hogy jön össze? Akkor rohannának, mint az őrültek, nem? Igen, értem, hogy a tömeges hallucinálja egy tömeges hisztéria, de ha én olyat halucinálok, hogy kivágom magam a sátorból, nem libasorba sorba fognak menni, szerintem. Vagy lehet, hogy azt halucinálták, hogy kacsák, és mentek úszni. Nem tudom. Tehát most viccelődök nyilván, de érted, hogy tök jó, oké, van egy magyarázat, amire te úgy gondolod, hogy jó. Köszönöm lsd <laughs> Ez az, az LSD rossz. Megfolynak tőle az emberek, itt a bizonyíték. Okon... 59-ben még nem is létezett az LSD. Azt a 60-as, 70-es években fejlesztették ki. Miatt nem tartom való. Ha jól emlékszem. Meg, hogy valami ment. Uh, Oké, okay, Veróci. 80-as években majdnem kitört az atomháború, ugyanis Oroszországban bejelent bejelzett a DEVKOR rendszer, hogy Amerika kilőtte Moszkva felé az atomrakétákat. Mindenki pánik, indítani akarták ezerrel a, a, az ellentámadást. Egyetlen, tábor, full tömeg hisztéria. Egy tábornok volt, akinél ugye az indítókodos azt mondta, hogy nem. Ő nem hiszi el, hogy létezik olyan ember a Földön, aki kilőni az atomrakétát, és biztos, hogy egy számítógépes hibáról van szó, és azonnal ellenőrizzék a rendszer. Leellenőrizték, és a számítógépes hiba volt, és mindenki lenyugodott. Tömeges hisztéria az ementi azt, hogy mindenki feltétlenül megőrül. Egy, lehet, hogy van köztük, aki van annyira határozott, hogy rábeszéljük lehető lehet, hogy minden indította. Ez is lehetséges. 38-as az LSD. ő öh, meg ehhez se értek. Faszom probléma, vagy kizárólag a hipotermia indította volna el a végzetes események sorát. Végül az egyik legérdekesebb elmélet, hogy a szovjet kormány el akarta titkolni a valódi okokat. Ezt alátámasztja az is, hogy... Itt Be azért vagyunk be, hogy van valami, de mit? Már a szovjet kormányban, amit el akart volna titkolni, akkor lelövi őket, azt mondja, hogy... problótámadás. támadás. Az eseményeket követően három... Tehát, két... szó... na, igen, igen, tehát ez meg a hogy helyek, ez a, a meg a kormányok ugye el akarják titkolni, sokkal egyszerűbb is meg lehetne oldani. Én se tudtam, Viki a barátom. Én tök úgy emlékeztem, hogy az LSD az később volt. Lehet, hogy ezért már akkor terjedt, hát ugye, ugye a 70-es éve betolták ezzel. Értem, 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 igazad van, Róci, tök igazad van, és ez tényleg így működik, illetve egy. bármilyen csoportot veszel, egy csoport átlagi intelligenciát mindig a, a csoport tagjainak a legalacsonyabb intelligenciájú személye fogja meghatározni. Tehát, hogyha összezársz Nobel-díjasokat és két hülyét, akkor előbb-utóbb nem a nobel díjasok fogják irányítani ezt a csapatot, hanem a két hülye. És erre rengeteg kísérlet és rengeteg teszt van. Ott van például, ahogy hívják, nem fog eszembe ütni a neve, a tesztők a egyetemistáknak kell alakítani a rabokat, a másik felüknek börtönőröket. És minimális inputokat kapnak meg ingereket, és tök jó barátokból ö, választották ki meg ismerősökből a csapatokat, és azt figyelték meg, hogy egy idő után a börtönőrök elkezdtek agresszíveskedni, és lenézni az elítélteket. És egyfajta tömegpszichózis kialakult köztük, nem tudom, pár hétig tartott ez a kísérlet. De ott van például a gyerekeknél a teszt, amikor gyerekeket összeengednek bizonyos szabályok mellett. És eljön egy pont, ugye abszolút a legyek urának az analógiájára, hogy szabályok nélkül élhetnek a gyerekek, azt veszik észre, hogy gyerekek elkezdenek csapatokat alakítani, elkezdenek vezetőket választani, és olyan véres háborút indítanak egymás ellen, egymás ellen és olyan verekedésbe torkolik, hogy felnőtteknek kell beruhani, szétszedni őket. És utána gyorsan rendet raktak, megszüntették, bocsánat, rosszul mondtam, táborkék és piros ruhába öltöztették az embereket, és fokozatosan vonták ki a felügyeletet. És egyszerűen a tömegpszichózis ott is, hogy én kék vagyok, te piros, a kurva anyár. Kezdetben pici ingerek, haja, a kékek jobbak, mint a pirosak, mondják a pirosaknak. A kékek jobbak, mint a pirosak, mondják a kékeknek is. A kékek elhiszik, elkezdenek felsőbbrendűen viselkedni, a pirosak befakkolnak. Írtózatosan befolyásolhatóak az emberek. Ja, 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 hát uh, itt van Viking barátom Fallout témában. Ti ketten tudtok beszélgetni. Én csak a sorozatot láttam, meg Vikingnél a fallout tört, ott volt a karakterem. Hát uh, elég elmerodjant volt szegény, akkor utoljára láttam, akkor éppen egy késsel jutott valami géped, de nem baj. És semmit sem lehetett tudni az esetről, még csak azt sem, hogy egyáltalán megtörtént. Amikor később nyilvánosságra hozták, akkor pedig ja, ide. igen, a kormány el akarta titkolni, semmit nem lehetett tudni az eseményről, később nyilvánosságra hozták. A Szovjetunióban, 59-ben, amikor ha azt mondták, ez nem megy nyilvánosságra, nem megy nyilvánosságra. És ha bármelyik anyuka, apuka elkezdte terjeszteni, akkor már rég a gulágon dolgozna. Ja, selterekről olvastam, vagyis selterekről, a voltokról olvastam párról, voltak durvek, vagy YouTube videóban voltak. A jelentések és a boncolások eredményei tele voltak ellentmondásokkal. És a helyzet az, hogy a történtekkel kapcsolatos információink jelentős része ma is ezekből a jelentésekből származik. Így... Hát a történelem azt tudjuk csak, amit engednek, hogy tudjunk. Könnyen elképzelhető, hogy néhány részletet szándékosan úgy módosítottak, hogy félrevezetőek legyenek. Annak érdekében... az egy nő és a 99 férfi sokkal tovább hihető, hogy életben marad, mint a 99 nő és egy férfi, legalábbis az állatoknál. Tekében, hogy senki ne találjon értelmes és egyértelmű magyarázatot az esetre. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés, hogy mégis mit akarhattak eltitkolni. Ha a korábban... Na, ott van, őt akart, ott a yeti. Na, mondja azt valaki, ez nem igaz. Én most már meg vagyok győzve. A Yeti volt, videó is van ha róla. Említett, a többiről, említett. a többiről nem volt jó videó, ez ezért. Ezeket vesszük alapul. Akkor elég nyilvánvaló, hogy mondjuk egy jeti létezését, vagy egy földön kívüli támadást el akartak volna titkolni. Így... meg. Vagy azt, hogy éppen látták, hogy valami olyan kísérletet végeznek, amit nem akartak véletlenül se, hogy kitudódjon, és eltették őket lábalól. Hát ez teljesen hihetetlennek tűnik. Elképzelhető, hogy ahogy értesültek az esetről, a helyszínre küldték a hadsereget, Igen, hogy kihallgassák a túrázókat. Ezt két dolog támasztja alá. Az egyik, ez egy fiatal kori kép. <laughs> ...hogy a túrázók libasorban sétáltak el a sátortól. Ez utalhat arra hogy így vezette el őket a hadsereg. A másik... De gyerekek, 59-ben a Szovjetunióban vagyunk. Akartak volna valamit, vagy, vagy lelőik a helyszíne, vagy azt mondják, hogy gyerekek, arra van a gulág, indulunk, nagyon kellemes nyaralás lesz, rendszeres testmozgás, minimális kaja, tökéletes alak nyár végére, Károlyi Sosics nyár, goodbye pedig az, hogy egy tanú szerint a hóban a lábnyomok között volt egy a hadsereg által viselt bakancstól származó láb. Nyilván. Lábnyom is. De ha már hadsereg, akkor a jeti és ufó teóriáktól sokkal racionálisabb elmélet is van. Az eset a hidegháború idején történt, így a Szovjetunió és az Egyesült Államok között kélezett fegyverkezési verseny zajlott. Könnyen elképzelhető, hogy a szovjetek egy frissen kifejlesztett, fegyvert teszteltek. Elvégre a katonai kísérletek... Valami hanglapú fegyvert, ami meg tudta őríteni az embereket, akár külsérelmi nyomok nélkül komoly sérüléseket is okozva. Persze, hogy túlélheti Veróci, csak 1990-ig nem ment volna onnan ki, és ha 59-ben berakjuk oda, az barátok közt is 30 év, itt voltak olyan 20, 54-55 évesek, lennék 54-55 évesek, ide arra sem emlékeznének, hogy hogy hívták az anyjukat, nem azt, hogy itt mit láttak. Ezeket elhagyatott helyeken szokták lefolytatni, és a gyatlovhágó környéke eléggé Pongolta. elhanyagolt volt. Így lehetséges, hogy szóval a... Idegáború... Igen, az a lehet csak folytatni. A megijedtek egy rakéta becsapódásától, és ezért menekültek el a sátorból. Vagy az is lehet, hogy valamilyen lövedék el is találta néhányukat, ami magyarázhatja a különös sérüléseket is. Milyen lövedék az, ami külsérelmi nyomok nélkül belsérelmet okoz? Tehát inkább valami hangalapú vagy légalapú fegyver lehetne? Azt egyébként elismerték, hogy a térség közelében végeztek katonai teszteket. Surprise, motherfucker! De a hadsereg tagadja, hogy bármilyen rakéta vagy bomba a Gyatlovhágók közvetlen környezetében csapódott volna be. Összességében, bármi is az igazság, azt gondolom, hogy a szovjeteknek lehet felelőssége a történtekben, ha nem is azért, mert ők váltották ki az eseményeket, akkor azért, mert szándékosan rosszul vizsgálták ki az esetet, vagy a szakértelmük hiánya miatt nem sikerült megállapítaniuk azt, hogy mi történt a túrázókkal. Én úgy gondolom, hogy a két legvalószínűbb elmélet a lavina, illetve a szovjet katonai teszt. Ráadásul a... Hát én inkább a... Inkább egyébként, amit Veróci mond, valami hasonlóra gondolok, hogy hipotermia is valami hatás, amitől megijedtek, de, és ez, ezeknek az egyvelege, de hát sose fogjuk megtudni. A kettő akár össze is függhet. Hát lehet, nem tudom, azért, hogyha valahogy úgy sikerül egy erőteljes vákumot képezni egy nagy erejű légrobbanással, akár hangtalanul, az könnyen el tudja azt érni, hogy a belső szerveid így elindulnának kifele, én valami ilyesmit tudnék elképzelni. De Milyen hát, lehetséges, uh, hogy egy rakét? Lehet, egy kicsit túl sok kifi horrort néztem mostanába. Vagy valamilyen robbanó anyag kiváltott egy... Amik persze hihetetlen tudományos alappal rendelkeznek. ...lavinát, és ez indította el a tragikus események sorozatát. Szerintetek melyik elmélet a legvalószínűbb? És ha egy... Jetti. Egyiket sem gondoljátok hihetőnek, akkor mit gondoltok? Mi történhetett? Jetti. Írjátok meg nekem kommentben a véleményeteket, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan látjátok az esetet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, mert nagyon sokat segít, No, jaj, nem volt ...A incidens egy olyan eset, amelyet... Nem jól tovább, nem Szóval, Hanyec Máté rejtés igazságok című videóját néztük, és megállapítottuk, hogy a Yeti volt mert kíváncsi lett volna. bocsáti egy pillanat. Én jöjjön, de hülyén ülök. Be is raktam ide keményen a videót, létszes nyomjatok neki egy lájkot, és nyomok neki egy lájkot, illetve beírjuk, hogy Jeti. De kíváns lett volna, tehát nekem egyértelműen perdöntő bizonyítéknak tűnt, amit a Yeti-ről mutatott Máté, hogy a különböző Gyatlov hágó környékén talált bizonyítékok alapján. Tehát ez volt a halálhegy rejtéje. Viszont az időnk az keményen elment, 21 óra, 43 perc, hogy én most már nem állok neki cusimázni, mert holnap nagyon-nagyon korán kelek. Mindjárt keresünk valakit, aki streamol. Hoppá, már térjük a streamet, hanem aki streamol. És átrédelünk hozzá. Vajon ki az, aki streamel, és olyan, ami Elden Ring, te ki vagy egyébként. Nem tudom. Ez egyre jobb. Jó. Ó, hát meg is van, hova megyünk. <laughs> megyünk jó barátomhoz, az öreg Vikinghez. Nálam már régen voltunk, úgyhogy köszöntsétek nagy szeretettel. Köszönöm szépen, Viking, hogy itt voltál. A héten elég össze-vissza leszek, sajnos családban műtét, egy csomó minden lesz, meg rengeteg meló. A lényeg az, hogy szerden lesz stream, az biztos, a holnap is lehet, bár ezt nem merem ígérni, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok létszős rédre, és legyetek jók. Sziasztok!